Múzeumok, egyetemi negyed, Bóbita Bábszínház, közösségi és kulturális terek, kiállító terek. Régen a Zsolnai gyár volt Pécs védjegye, egészen a monarchián belül és a legtávolabbi felhasználási helyéig, Mexikó városig. Most pedig 100 év múlva itt született meg a Zsolnai negyed. A Zsolnai negyed 5 hektáros területe Pécs központjától keletre található a budai, illetve a Balokányváros részekben. A negyed északi és déli területét a Zsolnai Vilmos út feletti gyalogos híd köti össze. 2010-ben Pécs volt Európa kulturális fővárosa, és ebből az alkalomból határozták el, hogy a Zsolnai család egykori lakóhelyét és a gyárépületet is bevonják ebbe a programba. Felújítás, átépítés, rekonstruálás. Első épület az a Sikorszky ház volt, ahol megnyílt a Zsolnai gyár sikereinek első korszakáról, a rózsaszín típusú kerámiákról szóló kiállítás, a Gyugyi gyűjtemény. Ahol most vagyunk, azonban ez nem az, ez egy magángyűjtemény, Winkler Barnabás építész gyűjteménye, ugyanebből a korszakból, a rózsaszín kezdeti zsolnai korszakból. A Zsolnai gyár története 1851-re nyúlik vissza, ekkor vette meg idősebb Zsolnai Miklós az első telket, rajta egy téglaégetővel és agyagbányával. A manufaktúrában 1853-ban kezdődött meg a gyártás. Utódja, Zsolnai Vilmos az egyszerű fazekasságtól jutott el a fajanszgyártásig. Vilmos, máz és massza kísérleteiből született meg az első kerámia találmánya, a porcelán fajansz technika, amit használati és dísztárgyak készítéséhez is alkalmaztak. Már az 1878-as párizsi világkiállításra is ezt vitték, és amikor a zsűri néhány tagja kételkedett, akkor Zsolnai Miklós inkább a földhöz vágott egy kiállítási darabot, hogy a kételkedők vegyelemezhessék. Az új technológia új utakat nyitott meg. 1885-től egymás után jött létre a csőgyár, a kályhagyár, majd a pirográni gyár. A kezdetben kis manufaktúra, a századfordulóra az Osztrák-Magyar Monarchia legnagyobb kerámia üzeme lett. A gyár a legnagyobb üzleti sikereit és a zsolnai világhírét egy fémes fényű mász technikának, az eozin technikának köszönhette. Ez a különleges mászbevonat, ez az arabok közvetítésével került a középkorban Európába. A színjátszó kerámia máz elfelejtett titkát az európai fazekasok közül később sokan próbálták megfejteni. Ez végül Varta Vince vegyész professzornak sikerült. Varta a műegyetemi kísérleteket a Zsolnai gyárban folytatta, és segítségével Zsolnai honosította meg ezt a technikát. A mázat az első rubin színben pompázó edényről eozinnak nevezték el, mert fénye a hajnal pirjára emlékeztetett. A szél elkísért bennünket ide a pirográni udvarba is, ami a Zsolnai negyednek talán a legszebb, legegységesebb épületegyüttese. Nevét a pirogránitot gyártó üzemrészekről kapta, és a pirogránitban pedig az előszó az égetés magas hőfokára utal, a gránit pedig a termék tartóságára. A pirogránit sav és fagyáló, ezért sem a nedvesség, sem a hideg, sem a szennyezett levegő nem támadja meg. Az itt lévő körkemencék és a sómázas kemence ipartörténeti emlékek. Funkciója szerint alkalmi rendezvény, koncerttér. Az udvar leghangsúlyosabb eleme a toronyszerűen felmagasodó cifrakémény, ami az itt lévő kályhagyári kéményeknek a gyűjtőkéménye volt, a nevét pedig a rajta levő kerámia díszekről kapta. De a Zsolnai kulturális negyedhez nem szabad úgy közelíteni, ahogy egy új épülethez szoktunk. Éppen az a környezetéből később kikiabáló egységesség, a frissesség sterilitása hiányzik belőle. Az ideérkező néhány perc után csodálkozva veheti tudomásul, hogy ez a hely boldogság hormon képes termelni. A bóklászás, a puszta séta is érzéki öröm. A felújításkor szinte minden házon más csapat dolgozott, és szerencsére a család sosem dobta ki a kis és selejtes és próbadarabokat, hanem a szaporodó épületek homlokzatát és belső tereit díszítették velük.
mauzóleum. A múzeumot a gyáralapító Zsolnai Vilmos 1900-ban történt elhunyta után fia Miklós emeltette a gyárral közvetlenül határos magaslaton, ott, ahol egykoron a városi vesztőhely állt. A Domboska a gyáralapító egyik kedves helye volt, ahol szívesen időzött és szemlélte a lent elterülő gyárat. Zsolnai Vilmos érckoporsóját 1913-ban helyezték örök nyugalomra a családi kriptában, őt követte 1919-ben a felesége Bell Terézia is. A neoromán épület egy sírkápolnát és alatta egy sírkamrát foglal magában, díszes eozin szarkofággal és koporsófülkékkel. Homlokzatát pirogránitlapokkal burkolták, a kupola már majolikamázas, mindez belül a kék-kék kerubokkal és aranyló csillagokkal. A Zsolnai gyár nagy korszaka szecesszióval esett egybe, többek között alkalmazták, illetve dolgozott itt Ripuronai József a festő is, de különösen az építészek Ibl, Lajta Béla, és különösen Lechner Ödön alkalmazta szívesen a zsolnai tetőcserepeit, majolika díszeit. Valaha az egész Zsolnai gyár itt élt és itt dolgozott. A mai kiállítás épület alaksorában kísérletezett Vilmos, a földszinten és az emeleten lakott a család. De Zsolnai lelkes, kertész is volt, dinnyét termesztett, de a rózsái is ismertek voltak. Az 1860-as, 70-es években a gyár területén kereskedelmi kertészetet működtetett, később szőlőt is termesztettek, zöldséges kertet tartottak fenn, articsóka és párgaágyásokkal. A mai Bóbitabás színház alatti lejtőt pedig ma is rózsabokrok borítják. Zsolnaiék még a századfordulón is fénykorukat élték, mert sikeresen helyezték át a hangsúlyt, és amikor visszaesett a porcelánművek, egyedi porcelánművek iránti kereslet, akkor sikeresen váltottak. Jött a keramit és samottégla, a kályhacsempék, a csatornázási csövek és a porcelán szigetelők. Játékosság váltakozik itt a régi idők patinájává nemesedett spontaneitással, de ami egykor egyszerűnek és gyakorlatiasnak tűnt, az ma varázslatosan hat az apró díszítésekkel. A következő saroknál mindig hirtelen nagyvonalúsággal kinyílik a tér. Beékelések, kerámiák, téglacsíkok adják a sokszínű gazdagságot, itt fel sem merül, hogy valami esetleg nem illik ide. Ez a mellérendeltség élteti a negyedet, olasz városokra emlékeztet ez a hanyag sokszerűség, a különböző típusú épületeknek ez a hanyag sokszerűsége. Múlt, közelmúlt és kortárs elemek egymásra rakódásából jött létre ez az új minőség.